Új szövetkezéseket alakítanának a mezőgazdasági termelők. A gazdák egy része azt mondja, a TESZEK reformjára van szükség úgy, hogy az abban résztvevő tagok is jól járjanak. A Pagyon tanácskoztak a gazdák az elmúlt héten, a téma a TESZEK megújítása volt. A termelők, a kereskedők és a forgalmazók is érzik a korábbi termelői értékesítő szervezeti rendszer hibáit. A gazdák érdekeit képviselő agrárkamara szerint olyan új alapokra kell helyezni ezeket a szövetkezeteket, ahol a termelők is jobban érdekeltek lennének, és magukénak éreznék az új szervezetet. Elkészült erre vonatkozóan egy tervezet is, melyben a feldolgozók és a termelők között egy közös kockázatvállalási rendszeren alapuló, legalább 3 éves szerződéses kapcsolati rendszer jönne létre. Az integrátor, azaz a TESZ vállalná a gazdasági, technikai, pénzügyi segítségnyújtást és kockázatot, a termelő pedig abban vállalna felelősséget, hogy az így kialakított szerződéses rendszerben foglaltaknak megfelelően teljesít. A kamara szerint a szövetkezetekre szükség van, mert Magyarországon van egy szétaprózott termelői réteg, amely különböző történelmi, gazdasági és adózási érdekeltségi okok miatt nem tudott eddig együttműködni. Számukra is hasznosak lennének az új szövetkezetek. Dr. Pásztor Tamás, a Vetőmagészállító Kft. Ügyvezetője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha jól tudom, itt nem egyszerűen csak a TESZEK újra szerveződéséről lenne szó, hanem egy sokkal komplexebb témakörről. Így van. A TESZEK termelőcsoportok, ugye mi a cím is szólt, az egy nyugat-európai típusú szerveződést jelent, ami Magyarországon a 2004-es évektől jelent meg, ugye a csatlakozással együttemben, és az Európai Unió ezt a típusú szerveződést támogatta. Ezzel szemben a magyarországi mezőgazdasági sajátosságok kialakítottak egy ettől eltérő formátumot is, ezt hívjuk integrációnak. És ezek az integrációk, illetve integrátorok, ezeknek a szabályozása, hát egy kicsit mostoha gyermek volt, mint szabályozás oldalról, mint támogatás oldalról, és ennek a szabályozási hiányosságát ismerte fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetőleg a kormányzat, és ezért fordít erre egyre nagyobb figyelmet. Hogyan fog ez kinézni? Ezek szerint egy úgynevezett alulról jövő újraszerveződés, egy más érdekeltségi alapokról van szó? Kicsit megijesztem, mert az elejéről kezdem. Ugye a 90-es évek elején megszűntek, legis nagy részt megszűntek a régi szövetkezetek, termelő szövetkezetek, viszont a mondjuk így magára maradt vagy kivált tagok, mint szakértelemben, mint pénzügyi háttérrel nem rendelkeztek. Ezért a magyar sajátosság kitermelte, ahogy az előbb is említettem, ezt az integrációt, amely gyakorlatban azt jelentette, hogy a termelők összefogtak, közösen mondjuk megvásároltak, létrehoztak bizonyos infrastruktúrát, meg szállítókat, raktárakat vagy gépeket vettek, és az ebben a szerveződésekben résztvevő tagoknak szolgáltattak, szaktanácsot adtak, illetve, de ami legfontosabb, finanszírozták őket. És nem pénzzel finanszírozták őket, vagy finanszírozzák őket, mert ez most is létezik, hanem input anyagokat, tehát vetőmagot, műtrágyát adtak, amelyet nem készpénzbe kellett azonnal kifizetni, hanem amikor megtermelték a terményt ebből, mondjuk egy zsák vetőkukoricát értékesítettek a tagjaiknak, vagy akikkel kapcsolatban álltak, azt a őszi termésből adták vissza, és nem készpénzbe, hanem beszámolták az eladott áruba. Ez egy nagyon jó működő gyakorlat volt, és mind a mai napig egy nagyon jó működő gyakorlat. És azt kell tudni, hogy a magyar gazdáknak szerintem 90%-a ilyen vagy olyan módon, de kapcsolatban van ilyen szerveződésekkel, ilyen integrációkkal. De mivel ez egy folyamatnak volt az eredmény, hogy kialakult, a mindenkori kormányzatok ugye ilyen tűzoltószerűen hoztak szabályokat. És emiatt nagyon sok helyen vannak ezek a szabályok, a polgári törvénykönyvben, adózási szabályokban, és minden egyéb olyan az agráriumot érintő szabályozásban, ami érinthető őket, viszont nincs egy egységes, koherens szabályozás, és ez hiányzik, és amikor valamilyen módosítást csinál a mindenkori kormányzat, akkor ugye nem tudja ezt áttekinteni, nem is látják át ezt nem a szakmában dolgozó szakemberek, és sokszor nagyon félrecsúsznak dolgok. Mondok itt egy nagyon egyszerű példát, nagyon sokan ismerjük, az EKÁR, ugye, aki abban a területen dolgozik, az pontosan tudja, miről beszélek, tehát ugye be kell jelenteni minden szállítmányt, amit mondjuk valahol értékesíteni szeretnénk, és az erről szóló jogszabály külön kitér az integrátorokra, de mivel igazából nem tudják hová tenni, ez bármilyen furán hangzik, nem tudják ezt a rendszert hova tenni,
nem igazán jól sikerült a szabályozása, tehát vannak értelmezési problémák. És úgy látom, a kamarának az a célja ezzel, hogyha megvan ez a koherens szabályozás, ahogy az előbb is említettem, akkor nagyon jól lehet lőni erre a területre. Tehát, hogyha bármiféle szabályozást csinálunk, akkor egységében lehet látni az egészet. Ezzel szemben maga a TÉSZ, az jól tudom, hogy az tulajdonképpen az értékesítésre szerveződött annak idején. Alapvetően igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Nyugat-Európában onnan az egész származik. Vannak olyan országok, például Dániában, ahol mondjuk egy sertés ágazatban működő TÉSZ két darabban, termelőcsoport, vagy két darabban az országban, és ez ellátja a teljes struktúrát a termeléstől egészen az értékesítésig. Alapvetően az a cél, hogy minél magasabb hozzáadott értékű, ez jó kis divat szó, de minél nagyobb hozzáadott értékű terméket értékesítsünk, ne csak alapanyagot. Ugye egy-egy termelő magában gyenge, nem azért, mert ő rosszul termel, hanem a mérete okán kicsi. Magyarország is kicsi az agrárium szempontjából, hiába arányaiban nekünk van a legtöbb művelhető területünk, de mondjuk egy Ukrajnával, aki itt van tőlünk, ugye, pár kilométerre úgy veszük, egyszerűen a méreténél fogva le tud minket nyomni nagyon csúnya szóval, ezért össze kell fogni, legalábbis a termelőknek valamilyen szintű egységes szerveződésbe részt kell venni. A TÉSZ-ek azok az alapanyagtermeléstől egészen a végéig, az értékesítésig foglalkoznak ezzel, de vannak olyan speciális szabályok a magyar, hát hogy is mondjam, mentalitásnak, gazdálkodási mentalitásnak nem igazán jön be. Egy példa, ha valaki belépett egy TÉSZ-be, egy adott terményből, még legyen megy, kizárólag 100%-osan csak ott értékesíthet. Ugye sok mindenkinek nem tetszik, mert szeretik azt a szabadságot, hogyha egy része a terménynek mondjuk átadja a TÉSZ-en keresztül, vagy egy szerveződésen keresztül, másikat szeretné eladni, lehet, hogy csak kicsibe akar eladni, ennek elég komoly korlátai vannak. Ez az újfajta integráció, ez lehetőséget adna erre? Az újfajta integráció, nem is így mondom, hogy újfajta, inkább, hogy az előbb is említettem, egy meglévőt szabályoznánk. Erre egy nagyon jó, hát szerintem jó dolgot találtam ki. A lényeg az, hogy értsék a nézők is, hogy mire gondolok. Nyugat-Európában egy parkot úgy szoktak megtervezni mostanában, hogy ugye megtervezik, de az utakat nem teszik bele, és megnézik egy év múlva, hogy merre járnak az emberek. És a legegyszerűbb, szépen ráhúzzák a bitumenten követ, így van. Ugyanezt történt a magyar agráriumban is, tehát ezek az utak ki vannak taposva. A park az megvan, az a gazdasági környezet, amiben élünk, és semmi más tendője nincsen, legalábbis az az én meglátásom, és ezt próbálom a kamara érintetteinek is elmondani. Semmi más feladatuk nincs, ezt a kitaposott östvényt szépen fedjék be, mert az emberek akkor ott fognak járni. A cél az, az embereknek ne kötelező legyen a gazdáknak, ne kötelező legyen részt venni benne, hanem érezzék, hogy ez nekik jó, és sokkal jobban járnak, hogyha részt vesznek ebben. Ezek az önjárt kitaposott ösvények, illetve ez az új rendszer mennyire lesz kompatibilis azzal, amit az Unió támogat? Az Unió ilyen értelemben nem foglalkozik vele, sőt, nekem van egy elméletem, és sokszor is mondtam, a ismerősi kör vagy, akik ezzel foglalkoznak, hogy a támogatás csak az egészet elrontja, hiszen, és ez volt a baj egyébként, ez a baj a Magyarországon létrehozott TÉSZ-eknek is, hogy alapvetően csak azért léptek be az emberek, nem azért, mert ők úgy látták, hogy nekik jó, most nagyon egyszerűsítem és fekete-fehérré teszem a kérdést, de alapvetően valóban igazság tartom, hanem azért, mert pénzt kaptak érte. Itt az Európai Unió, mivel most is létező szerveződésről beszélünk, vagy típusról beszélünk, ő különösebben nem foglalkozik vele, igénybe lehet venni támogatást, hogyha valaki részt vesz. Nem azért, mert a termelő csoport, bocsánat, illetve az integrációnak a tagja, hanem azért, mert ez egy létező szerveződés. Tehát nem mondanám, hogy új típusú, és azt sem mondanám, hogy az Európai Unió tiltaná, hanem ezt a meglévő rendszert kellene tovább erősíteni, azért, hogy mindenkinek kedve legyen részt venni ebben, sokkal kevesebb adminisztrációval, ezt előbb ki is hagytam, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, és úgy hiszem, hogy itt nem a támogatás a lényeg, hanem az, hogy a termelők összefogjanak és együtt tudjanak dolgozni. Dr. Pásztor Tamás, köszönjük, hogy elfáradt hozzám ma este.